Szevasztok srácok, Alex vagyok ebben a videóban, megint megcsinálunk egy flashback SBC-t, nagyon régen volt már. Mert nagyon régen adtak ki, igazából csak azért. És jött, aki itt meg tudunk csinálni olcsón. Bradley, hát igen, MLS ligából nagyon ritkán adnak játékos, SBC-be is, nem flashback flashbackbe. Viszont most kiadták, 2017-es szezonját ünnepeljük ezzel a 87-es CDM kártya, egy darab SBC kell hozzá, azért is nagyon jó, könnyen elkészíthető, egy játékos kelet az MLS-ből, egy inform, 84-es rating és 70-es chemistry. Nos, hát ugye volt nekünk egy informunk, akik ugye, nem kellett megvennünk, ez a feguli. Fölé raktunk egy kvaresmát. A felső négy az spanyol ligás. Nagy része megvan, aztán ezt a William Carabajot kellett venni, mert az Ibrahimovicsot, és akkor ugye az Ibra mls es És ugye a felső négy a spanyol, itt az alsó négy ma, ö, portugál, sőt ugye ugyan portós. Sőt, hogy ezt meccserélem, nem, akkor nem lesz jó. Tehát ez a hátsó négy pedig portós, és nagy része ugye eladhatatlan. Rating az épp, vagy csak és a az még jobban épp. hogy lenne más játok ezt, hogy mindeniket megveszitek, mert biztos, hogy így, vagy tízzel kevesebb lesz. Úgyhogy ennyi, elnyomjuk, és akkor nézzük meg, hogy milyenek a statjai. Ugye, van egy MLS csapatunk, mert igazából alakulóban van, itt van elkészítve az SBC. És akkor gyakorlatilag ő egy utolsó eletti játékos, akit megszereztünk, most megnézzük, hogy ki áll. hogy Célian, ez ki lesz? És mit csinál? Hoppá. ez a fóka? Hogy nem is tudom mi ez. Zsír. Na srácok, amúgy azért mondtam utolsó előtti, mert még a érdényítő azt megcsináljuk, amit mondtam még a valamelyik előző videóban az amerikai megy le pront, pont uh, pont Bradley alá. És akkor ugye CDM, Medium High az tök jó, ez a legjobb egy CDM-nek gyakorlatilag. 97-es Tamina, minden passza is rohadt jó. Király kis kártya. Meghívjuk a klubba. És megnézzük, hogy most így hogyan lesz hát az ósa csapatunk. Így néz ki, srácok, ott van a Bradley, csak betesszük. 77-es, amúgy. Itt van a srácok, tehát akkor az a jedling jelzik. Karniváros az is, ugye? karnivárosba igen. És akkor ezt ugye, akkor itt három flashback-es, hát akkor mégis nem is, nem is kevés van. Itt van egy SB, ö, nem, ez heti feladatos volt. Itt a Halloween-os az is heti feladat volt. A SBC volt, igen, igen. Itt az Opera. Az uh, Howard, két jó kis ezüst játékos, ilyen gyors. CDM-be. Ja, van néhány érték, ami ilyen aranynak számít. Meg van egy ilyen védőnk, igen, ezt vettük. De ezért itt van egy nem MLS-es ligás, de amerikai, ugye, akit hetibe, heti, heti szereztünk meg. Plusz itt vannak még cserékbe ilyen játékosok. Itt vannak az Alexandrini, de ezek még nincsenek, nem is lesznek, olyan nem tudom. Szóval jelint is meccseljük hozzá, ugye két sbc kel picivel drágább, mondjuk jobb is a kártya. Úgyhogy hogy is megcsinálják egy másik videóba. De ez a videó viszont ennyi lett volna, srácok, szevasztok!